Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Pazsi vagyok, ebben a videóban pedig meg fogjuk nézni a Fortnite-ben az új Ballistic nevezető játékmódot, és el fogom mondani róla a véleményemet, hogy nekem mik a tapasztalataim, szerintem mind kéne változtatni, illetve hogy mennyire sikerült jóra ez a játékmód, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele. Először is a videó elején mindenféleképpen lesz szeretném szögezni, hogy igyekszem egyébként nem más játékokhoz hasonlítani, mint a Valorant, mint a CS:GO, úgyhogy ettől tekintsünk el, most ez a videó nem erről fog szólni, igazából a saját tapasztalataimról fog szólni, hogy én mit tapasztaltam és hogy én ezt hogy éltem meg. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, ugye itt a videóban láthatok kapásba egy ranked meccset, amint kijött a játék, én egyből elkezdtem ugye rankedezni, és szinte csak rankedet játszottam, és őszintén szóval az első pár élményem egyébként kifejezetten tetszetős volt, és úgy vélekedek egyébként a játékról még most is, hogy szerintem van benne potenciál, és megéri kipróbálni, és élvezhető, azt viszont mindenféleképpen érdemes megjegyezni, és tudom, hogy ezt már annyiszor hallottátok, és ez már rengeteg videójátékban így van, de ez egy early access játék, tehát nagyon hiányos, hiányoznak belőle azért elég komoly funkciók, például a kokár, hogyha a shopban vásároltok valamit, és mondjuk ne adj Isten, mégse kell nektek az a fegyver, nem tudjátok eladni, tehát elég egy rossz kattintás a vásárlásnál, és olyan fegyvert vettek, vagy olyan tárgyat, olyan gránátot, olyan pajzsot, amit esetleg nem szeretnétek a későbbiekben, ez pedig azt a problémát szüli, hogy bizony elég komoly pénzeket el tudtok költeni véletlenül, és bizony azt a meccset végig kell úgy játszanatok, hogy azt nem tudjátok eladni. Úgyhogy remélem egyébként ezzel kapcsolatban érkezni fog funkció, hogy ezeket a tárgyakat, amit esetleg véletlen megvettél, azokat majd a későbbiekben el tudod adni. Illetve még amit kifejezetten kiemelnék, és tetszetős, az, hogy a játékpódon belül neked nem kell külön skineket vásárolni, nem kell külön karakterkesztyűt vásárolgatni, hanem amilyen skint te beállítasz a lobbyba a Fortnite-on belül a fegyveredre, illetve a karakteredre, az a játék során ott lesz és azt fogod látni, hogy ez kifejezetten tetszetős, hogy ebben nem csináltak külön pénzt, és szerintem ez eléggé egy jó megvalósítás, úgyhogy érdemes egyébként olyan karaktereket választani, szerintem, ezt persze mindenki döntse, hogy milyen karakterre, milyen skinekkel játszik, aminek például van kesztyűje, hiszen a kesztyűk eszméletlen jól tudnak kinézni first personba, úgyhogy egyébként elég látványosak és jól néznek ki a skinek egyébként a játékba. Vannak olyan karakter skinek, illetve vannak olyan fegyverszkinek, amik nem feltétlenül néznek ki jól, illetve ugye azt is fontos megjegyezni, hogy én itt a videóban performance módban játszok, alacsony grafikai beállításokkal, tehát aki esetleg mouse grafikán játszik, ennek ez sokkal élvezhetőbb lesz. Mit tudok elmondani az optimalizálásról? Nos, azt tudom elmondani nektek, hogy streambe nem érzek akkor FPS droppokat, mint mondjuk egy Battle Royale esetében, ugye ilyen három helyre streamelek, Twitch, YouTube, illetve TikTok, ott azért szoktak komoly FPS problémák lenni. Én itt nem tapasztaltam akkorát, de nem azt mondom, hogy egyébként nincsenek minimális FPS droppok, de nem akkora, mint a többi játékmódban, szóval szerintem egyébként ez elég jól meg lett csinálva. Viszont, hogyha nem streamelek videót, feszek fel, mint most, amit itt a videóban is láthatok, stabilan tartja azt a 165 FPS-t, ami be van állítva. Mit tudok elmondani a menü elrendezésről? Na most, azzal igazából őszinte lesznek veletek, van bajom, és ebből is látszik nagyon, hogy early access az egész játékmód. Ugyanis alapvetőleg az F betűvel tudsz vásárolni, amivel ugye nem lenne probléma, meg kell szokni, szértem szerintem a legtöbb játékban te B betűvel vásároltál, nem F betűvel az ilyen kaliberű játékoknál. Itt az F betűvel kell vásárolni. Úgyhogy ezt nem írnám fel egyébként, mint negatívum, de viszont mindenféleképpen meg kell jegyeznem, hogy nekem kezdetekben okozott eléggé sok frusztrációt, hiszen egyből reflexzerűen a B betűt nyomtam meg, hiszen azt szoktam meg más játékokban. Elkezdtem emótolni, aztán megnyomtam az F betűt, duplán megnyomtam az F betűt, hogy bezárja a menüt. Volt, hogy egy kicsit össze-vissza ugrált az emót, illetve a vásárlás menü. Persze az én hibám volt, ez nem a játék hibája, csak egyszerűen nem ehhez vagyok hozzászokva, és a legtöbb játékos nem ehhez lesz hozzászokva. Úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyétek figyelembe, hogy ezt érdemes megszokni, ez a kezdetben egy kicsit furcsa lehet, és talán még egy minimálisan idegesítő is, de ennyi baj legyen. Na de hát akkor visszatérve a menüre, hiszen mint mondtam, ez nem akkora probléma, hogy az F betűvel nyitod meg a boltot. Ami már annál inkább nagyobb probléma, hogy egyébként a HUD-nak az elrendezése néha bugos, és ez bizony elég komoly problémákat szül abból a szempontból, hogy nem nagyon tudsz kiigazodni a meccs közül, hogy pontosan mi történik, és hogy mit is kéne neked látnod. Mire gondolok? Tegyük fel, például itt láthatjátok a képernyőn, ott középen ki van írva, hogy a te csapatod éppen hogy áll, hogy vezet, illetve az ellenség csapata, hogy mennyi pontotok van. Most ez szép és jó, és ezt ilyenkor meccs közben látod, viszont amikor spektétál téged valaki, hát bizony, akkor annak az embernek, akit te spektétálsz, a neve pontosan ki fogja takarni ezt a pontszámot, ami egyébként okozhat problémákat is. Ez sajnos egy kompetitív játék esetében néha a döntéseket is megnehezíti, hiszen amikor te próbál segíteni a csapattársadnak, próbáld informálni, hogy mit hogy csináljon, de mondjuk nem veszed észre azt, hogy egy pont hiány veszítitek vagy nyeritek a meccset, és emiatt olyan információt adsz át neki,
hogy ezt te nem tudod, tehát nem tudod figyelembe venni azt, hogy hoppá, most egy meccs aztán veszítünk, és azt mondod neki, hogy mondjuk széveljen ki egy fegyvert, aztán kiderül, hogy lúzoltatok emiatt, az okozhat problémákat, úgyhogy persze nem azt mondom, hogy ez ennyire meghatározó, de ez okozhat félinformálódást, és emiatt bizony veszítettek akár a meccsed is. Illetőlegesen Bagosahad, arra gondolok, nem csak arra, hogy kitakar egyébként a pontszámot a meccs közben, hanem arra is gondolok, hogy az életcsíkot például eléggé gyakran bágosan jelzi, mondok egy konkrét példát, folyamatosan azt mutatja, hogy a csapattársának 0, illetve 1 HP-ja van, ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk spectatálsz valakit, akkor csak így néz, hogy bazeg haldokolsz, menjél fedezékbe, meg fogsz halni, azt közben meg csak pistok, hogy te miről beszélsz, úgyhogy igen, early access, viszont ezek komoly problémák, hogy te spectatálsz a csapattársadnak. Konkrétan a neve kitakarja a pontszámukat, pirosan világít az életed, mint a haldokolnál, illetőlegesre egyébként az előfordulhat veled is, hogy például téged meglőnek, és elindul a következő kör, tehát vége van annak a mesnek, és egy bizonyos ideig a képernyő széle pirosan világít, mint a kevés lenne az életed. Egyébként ez el szokott múlni akkor, hogyha megnyitod a boltot, viszont szerintem ez kicsit problémás és zavaró tud lenni, reméljük, hogy ezeket minél hamarabb javítják. A HUD egyébként kifejezetten tetszetős, jól elrendezett, kubetűvel meg tudod nézni a statokat, ki hogy áll, kinek mennyi pontja van, mennyi hajája, mennyi asszisztja, mennyi kije van, úgyhogy eléggé fasza. F4-je pedig meg tudod nézni, hogy kibe mennyit sebeztél, beléd mennyit sebeztek, stb. Ugye ezeket láthatunk már más játékokban, szintén faszán meg vannak csinálva. Mondom, a HUD-nak vannak azért mostanában komoly problémái, bágosan mutatja az életed, bágosan mutatja például középen, hogy kit spectatálsz és hogyan, azt szerintem el kéne, hogy rendezzék, hogy az ne ott legyen. Illetve akkor még nem is beszélgettünk a visual bugokról, ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk spectatálsz valakit, elég gyakran azt láthatod, hogy például a karja megnyúlik, tök messziről tartja a fegyvert, vagy hogyha mondjuk céloz, akkor pattog a kamera, illetve olyan is van, hogy a lábával tartja a fegyvert, vagy össze-vissza nyúlik a keze, és így pattog a kamera előtt. Úgyhogy egyébként így spectate szempontjából azért vannak komoly problémák, illetve a HUD szempontjából, ezeket reméljük, hogy minél hamarabb javítják, viszont az viszont pluszpont mindenféleképpen a fejlesztők részéről, hogy elég gyakran kérdezgetik a meccsek végén, hogy mit tapasztaltál a meccsben, mi az, ami szerinted problémás, mi az, ami javítani kéne, és akkor így bepipálgatod és elküldöd nekik visszajelzésnek, úgyhogy ezt kifejezetten tetszik. Úgyhogy röviden tömören ennyit a problémákról a HUD-dal kapcsolatban, azt leszámítva egyébként szerintem tényleg elrendezett és jól néz ki. Kíváncsi leszek, hogy a közeljövőben ez hogyan fog változni. Nos, akkor vegyük alapul a játékmenetet, szerintem úgy elég érdekesen lett kivitelezve ez a megoldás, és reméljük, hogy egyébként ezt még bővíteni is fogják valami extrákkal. Nos, ugye alapvetőleg, amikor te belépsz a játékba, akkor ugye bekerülsz egy lobbyba, ahol várnod kell, itt az adott pályának szépen megy a játék és animációja, ugye jelenleg a játékban egy pálya elérhető, amit egyébként kifejezetten sajnálok, remélem, hogy a közeljövőben minél hamarabb érkeznek újabb pályák, de egyébként szerintem nem rossz a pálya, nem azt mondom, hogy a leglátványosabb, de szerintem egyébként megteszi, amit meg kell tennie. Legalább miközben érkezik az új pálya, ezt a pályát kiismerjük, megtapasztaljuk, hogy mi hol van, hol vannak a spotok, hova érdemes benézni, hova érdemes dobni a gránátokat. Úgyhogy szerintem egyébként a pályában nincsen semmi probléma, az egyetlen probléma, hogy szerintem ez kevés, és nagyon hamar rá lehet unni, már nagyon sok játékos panaszkodik, amiért egyébként, hogy csak ez az egy pálya van, amikor konkrétan most került be a játékmód, tehát egy ilyen egy héten belül szerintem a játékosok szinte mindenki erről fog beszélni, mikor fog már jönni az új pálya. Úgyhogy egyébként ez talán egy minimális negatívum, hogy csak ez az egy pálya van, de szerintem egyébként nem rossz, kiismered a pályát, megtapasztalod, rájössz, hogy mi hogy van is, mit, hogy érdemes rajta csinálni, és addigra bekerül az új pálya. Úgyhogy én várom az új pályát, remélem, hogy fognak bekerülni új pályák, sőt, egyébként szükség is van rájuk, tehát ezzel az egy pályával Oli csak ezen játszani nem egy jó dolog, és egyébként ez nagyon rossz marketing lenne részükről, hogy ebben a játékban több mappot nem raknak be, úgyhogy biztos vannak érkeznek közeljövőben pályák, de szerintem egyébként nem rossz. Mind a két fél szempontjából szerintem egyébként 50-50, 50-50 meg van csinálva a pálya, legalábbis én ezt tapasztaltam. Csapattól is függ, milyen csapattal játszol, hányan vagytok, hányan kommunikáltok, ilyesmi, mert ugye nagyon sokszor egyébként kilépnek. De egyébként ez egy hatalmas pluszpont így a kilépésre jutott eszembe, hogy a játékban egyébként, hogyha valaki kilép, az bizony penalti, tehát büntetést kap, punishmentet, ami azt jelenti, hogy ha te mondjuk bemész egy ranked meccsre, és te kilépsz a ranked meccs során,
akkor bizony büntetést kapsz, tehát eltiltanak bizonyos időre a meccsből. Azt, hogy ezt rögtön te megkapod az első meccs kilépésnél, a következőnél, vagy hogyha ezt sokadjára csinálod, akkor ez növekszik, ezt nem tudom, én még nem tapasztaltam ilyesmit, viszont amint belépsz a játékba, ez rögtön ki van írva a képernyő aljára. Hogyha ranked meccs közben kilépsz, ebben az esetben bizony te büntetést kapsz, tehát az is lehet, hogyha mondjuk te sokszor kilépkedsz a ranked meccsekbe, vagy instabil az internet kapcsolatod, kikressel a játék, vagy egyszerűen ideges vagy és kilépsz, abban az esetben büntet téged a játék, úgyhogy érdemes figyelembe venni azt, hogy amikor rankedezel, akkor is játsz végig a meccset, hiszen nem szabad otthagynod a csapattársidat sem, illetve a játék most már büntet érte, és szerintem amúgy ez egy nagyon korrekt dolog, ha elmész rankedezni, akkor igenis ne hagyd ott a csapattársaidat, játsz végig velük a meccset, vagy akkor nemes egyszerűséggel ne menj el rankedezni. Az is kifejezetten tetszik, hogy amikor elkezded a játékot, neked ki kell választani egy gadgetet, ezek fontos szerepet játszanak a játékban, ezek amolyan fajta gránátok, mindegyik gránátnak megvan a kis saját szerepe. Ez lesz a képességed úgymond a játékban. Van olyan gránát, amivel például, hogyha odadobod az ellenséghez, akkor felfedi a hollétüket, egy ilyen kis falon keresztül látod őket piros körvonalon egy rövid ideig, hogyha jó helyre dobod, hogyha nincs ott ellenség és odadobod, akkor értelemszerűen nem. Van olyan gránát, amit hogyha odadobsz, akkor sebzi az ellenfelet, van olyan, amit hogyha magad alá dobsz, akkor például repülsz tőle, ilyen impulsz gránát, úgyhogy ezt érdemes megfontolni és jól megválogatni, hogy te pontosan milyen gránátot hozol, mi a te stílusod és összeegyeztetni a csapattal, hogy ki mit hoz, hogy megfelelően tudjatok tervezni velük. Ugye ez például kifejezetten tetszik, szerintem ezt egyébként jól kivitelezték, azt viszont fontos figyelembe venni, hogy amikor ezeket a gránátokat te kiválasztod, nem ezekkel kezdesz a meccsben, ez számomra például nem volt egyértelmű, hanem neked ezt a játékon belül meg kell venni, mindenki azt a gránátot tudja megvenni, amit kiválasztott a játék legelején, úgyhogy te nem fogod tudni megvenni mások gránátját, és ők sem fogják megvenni a tiédet, tehát értelemszerűen neked ezt ki kell használni, amennyire tudod, hogy a csapatnak megfelelő segítséget tudjál nyújtani vele. Nos, hát akkor térjünk rá a fegyverekre, szerintem milyen a fegyvereket használni. Nekem a pisztolyjal egyébként van valamiért egy bugom, nem tudom, hogy ezt hogyan kéne kivitelezni, hogyan kéne megoldani. Én beállítottam, hogyha a scope-olok, akkor a sensitivity legyen magas, hogy amikor esetleg célzok, akkor gyorsan le tudjam reagálni, le tudjam követni a célpontot lövés közben. Ez egyébként minden fegyvernél működik, az alappisztolyjal, hogyha megnyomom a célzást, olyannyira belassul a fegyver, hogy gyakorlatilag nem tudok vele egyébként egy 360-as kört megtenni, mert letolom az asztalról az egeret, viszont minden más fegyverrel, amikor célzok, tökéletesen működik, ez csak az alappisztolyjal ilyen. Én azt tapasztaltam egyébként, ez a bug másnál nincs, csak nálam, szóval lehet, hogy nálam van valami probléma, de is lehet, hogy ez nálatok előfordul, ha esetleg megtörténik, akkor tudjátok, hogy egyébként ez valószínűleg egy bug, úgyhogy ezért is nem olyan szoktam célozgatni a pisztolyjal, vagy hogyha célozgatok, akkor sem olyan sokáig, mert tényleg ez sem valamit nagyon belassul, viszont minden fegyvernek szerintem egyébként a célkeresztje jól meg van csinálva, egyszerű, látványos, tényleg nem annyira szembetűnő, nem annyira zavaró, sőt kifejezetten hasznos. Mindenki döntse egyébként, hogy milyen fegyvert használ és neki mi tetszik. Én azt vettem észre, hogy az SMG-knek például nagy a recoil-juk, a pisztolyoknak és a rifle-öknek, ezeknek a 2500-as fegyvereknek már viszont nem nincs konkrétan a recoil-juk. Nagyon minimális recoil van, mert most már azóta javítottak rajta, amikor elkezdtem a játék a játszikába, és semmi recoil nem volt, tehát hogy így nyílegyenesen lőttél vele, most nagyon minimálisan ellent kell tartani a fegyvereknek, de tényleg olyan minimálisan gyakorlatilag, hogy így lősz és észre se veszed, hogy van recoil, annyira durva. Jó, hát Fortnite-ról beszélünk értelemszerűen, de akkor is egyébként kifejezetten durva. Az SMG-knél már azért ott van recoil, úgyhogy arra oda kell figyelni, illetve van olyan SMG, ami például pötyögtet. Ha mindenki tapasztalja meg, hogy neki milyen fegyver tetszik, meg hogy mi a helyzet, mi a sajátja, viszont azt vegyétek figyelembe, hogy például a 2500-as rifle-öknél nincsen recoil, tehát gyakorlatilag, hogyha te mondjuk rácélzel az enemire és nyomod a bal klikket, akkor meghal, de ez fordítva is így működik, tehát ebben a játékban nagyon sokszor te lelősz másokat, ugyanannyira sokszor lelőnek téged, mert nem annyira nehéz benne célozni, mint más ilyen hasonló kaliberű játékokba. Ugye szerintem egyébként a gameplay kifejezetten jó, nagyon meg kell tartani, hogy mikor hova kell tartani és mikor mit hova kell lőni. Úgyhogy szerintem egyébként kifejezetten jól megcsinálták, nekem tetszik egyébként, nincsen problémám a gameplay-jel a játékban. Na viszont amivel problémám van, vagyis hát volt és lesz is szerintem a közeljövőben ebből komoly probléma a közösség szempontjából, az pedig nem más, mint hogy a játékban ugye van chat, illetve van voice chat. Na most ugye nem kell hangsúlyoznom, hogy például a Valorantban, a CS:GO-ban, vagy akár a Rainbow Six Siege-ben a közösség pontosan milyen és hogyan szokott viselkedni, amikor te randomokkal játszol, és persze lehet mondani, hogy jaj, játsszál full csapatba, keressél embereket, igen, ez jól hangzik, csak a legtöbbször ilyen esetben
nem nagyon találsz egyébként csapattársakat ezekhez a játékokhoz, vagy hogyha találsz is, nagyobb rangban vannak nálad, nem feltétlen találsz olyan csapattársakat, akikkel szívesen játszol, stb. Stb. Tehát nem olyan könnyebb a játékban csapattársakat találni. A Fortnite pedig kifejezetten egy elég toxikus környezet a gyerekek szempontjából, letáncolnak téged, szídnak, ahol tudnak, és ugye a Fortnite-ban alapvetőleg neked a Battle Royale-ban nincsen chat, nincsen voice chat, hogyha lelősz valakit, nem tud elküldeni a fészkes fenébe téged, illetve nem tudja leírni a chat-el, hogy hát akkor edd ki a vetés, mert lelőttél, viszont ebben a játékban én többször is tapasztaltam azt, hogy a csapattársaim irogattak, hogy béna vagy, mit csinálsz, ne azt csináld, gyere ide, stb. Stb. Illetve én is próbáltam kommunikálni velük, hogy gyertek ára, gyertek bére, a szöges ellentétét csinálták, ez bizony frusztrációt szül. Ugyan nem tudom, mennyire jó ötlet egyébként az, hogy ebben a játékban van voice chat, illetve chat, illetve hogy ennyire moderálatlan az egész, természetesen kell, hogy legyen ebben a játékban voice chat és chat, hiszen ez egy csapatjáték, egy kompetitív játék, itt együtt kell működni a csapattal, viszont egy ilyen játékban, ahol alapvetőleg a közösség toxik, ez nagyon sok hát problémás chat beszélgetést és voice chat beszélgetést fog szülni, és a játékban sajnálatos módon egyébként a csapattársidon kívül nem tudsz nagyon bereportolni senkit, azt is ilyen kicsit bonyolultabban, hogy escape, party, kijelölt, stb. Szóval szerintem mindenféleképpen figyelni kéne azt, hogy ki mit ír a chatre, ki hogyan viselkedik a voice chaten, lehetőséget kéne adni ezeknek a jelentésére, vagy akár megszavaztatni azt, hogyha esetleg valaki például toxikus, trollkodik, eltrollolja a meccset, akkor ezt a meccsből el tud távolítani, és be tudjon mondjuk helyette valaki csatlakozni, mert sajnos bele kell törődni abba, hogy ebben a játékban nagyon sokan lépkednek ki a meccsekből, nagyon sokan szidalmaznak a chaten, piszkálják a másikat. Úgyhogy ezt mindenféleképpen vegyük figyelembe, hogy szerintem ebből a későbbiekben problémák lehetnek. Én játszottam Cségóval, játszottam Valoranttal, R6-tal, ott is ugyanezt tapasztaltam, hogyha randomokkal játszottam, mindenki szinte szidott mindenkit, mindenki undorító mód, nagyon-nagyon brutál mód viselkedett, amit egyszerűen nem tudtam egyébként tűrni, és engem nagyon is zavart, ezért nem is játszok Valoranttal. Én ezt a játékot szeretem, szerintem nagyon jól ki van vitelezve, viszont a közösség egyszerűen annyira elvette tőle a kedvemet, hogy már semmi kedvem nincsen játszani. Úgyhogy ebben a játékban is, amikor például kicsit ideges vagyok és frusztrált, és látom a csete, hogy szinte csapattársam, amikor gyakorlatilag én vagyok a top frag, nem valami egy kellemes dolog, úgyhogy ezzel szerintem mindenféleképpen kezdeni kéne valamit az Epicnek, hogyha reméljük, hogy egyébként valami kis moderációs rendszert kitalálnak, vagy valami report rendszert. Úgyhogy igen, úgyhogy srácok, lányok, röviden, tömören ennyi, még annyit így hozzáteszek a videó végére, hogy nekem tetszik a játékmód, én jelenleg játszok aktívan ezzel a játékmóddal és tervezek is a közeljövőbe, úgyhogy ha esetleg van közületek valaki, aki szeretne jönni, gyertek fel a Discord szerveremre, és nyomjuk együtt a rankedet, annyi, hogy én mikrofon, azt azért elvárom az emberektől, hogyha jönnek velem rankedezni, hogy tudjunk infózni, meg beszélgetni közben, úgyhogy ha esetleg szeretnétek jönni játszani, akkor ezt vegyétek figyelembe. Nekem tetszik a játékmód, izgalmasan várom, hogy mit hoz a közeljövőben frissítés szempontjából az Epic Games, mert új pályák jönnek, új fegyverek esetleg, az animációkat például, úgy, igen, erről nem is nagyon beszéltem, az animációkat például kifejezetten örülnék neki, hogyha kicsit folyamatosabbra megcsinálnák, mert nekem tudom, egy kicsit ilyen bénácskának tűnnek a futás animációk, a csúszás animációk, a fegyverelővétel, nekem ilyen kis bénácskának tűnik, illetve kifejezetten tetszene, hogyha lenne melee fegyver a játékba, mondjuk egy kés, vagy mondjuk a csákány alatt megkapnád FPS-be, és azt tudnád használni, vagy tudnád, mit tudom én, pörgetni, vagy valami, vagy hogyha a fegyvereket átváltod, legyen folyamatosabb az animáció, vagy a futás animáció, mert egyébként nem tudom, nekem ilyen nagyon ilyen kicsit ilyen bénácskára, nagyon leegyszerűsítettre, nem tűnik valami nagyon folyamatosnak, mindenféleképpen sokkal szebbé és jobbá tenni a játékot, hogyha az animációk sokkal jobbak lennének. Úgyhogy egyet szeretnék én mindenképpen, hogy változtassanak, annak nagyon kifejezetten tudnék örülni. Viszont tényleg összességében nekem tetszik a játékmód, élvezem, szeretem. Jól lehet vele farmolni például az XP-t, haverokkal egy tök jó kikapcsolódás, nem muszáj neked rankedezni, hogyha nem akarsz erre nagyon rámenni, tudsz sima meccseket is nyomni. Szerintem kipróbálni mindenféleképpen megéri, én tudom ajánlani mindenkinek. Nekem nagyon tetszik, tényleg early access, vannak hibái, vannak benne problémák, van még mit javítani. Kíváncsi leszek, hogy a közeljövőben mit fognak és hogyan fognak javítani. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, írjatok egy kommentet, hogy pörgessétek az algoritmust, kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik az új játékmód, ti játszatok vele, mi a véleményetek, írjátok le a komment szekcióba és beszélgessünk el arról, hogy nektek hogy tetszik a játékmód, és hogy gyakorlatilag
megvan az új kedvenc játékmódotok, vagy nem, inkább így porosodjon, nem fogtok vele játszani, tényleg érdekel a véleményetek. Illetve a csatorna tagoknak nagyon szépen köszönöm a támogatást, hatalmas pacsi nektek. Kisorsoltam egyébként közületek a nyertest, aki megnyerte a processzort, meg is tegeltem a videóm alatti leírásban, úgyhogy várom, Ricsi, hogy felkeressél engem Discordon, és meg tudjuk beszélni a részleteket, hogy hogyan tudom neked elküldeni a processzort. Úgyhogy srácok, lányok, ha ti is szeretnétek csatornatagságot vásárolni, akár már 200 forintért is tudtok, a linket megtaláljátok a leírásba. Hatalmas pacsi mindenkinek, aki csatornatagságot vásárol.